2008 óta rendezik meg minden évben Kárpát-medence szerte a Presser Gábor által életre hívott Magyar Dalnapja elnevezésű programot minden év szeptember 2. vasárnapján. Padrakúton szeptember 25-én a Művelődési Ház színház termében tartották meg az ehhez kapcsolódó rendezvényt. De jó, hogy így lehetem, meg kellene struszát, úgy kiegészít engem, mint túlgó macsizát. Nem fogod bűn így össze, akkor csak éve bűn, a négy szövetségnek fel, már így egy ömmetűn. A településrész lakói mellett az önkormányzat képviselő is részt vettek az eseményen. Karnics Miklós önkormányzati megbízott ünnepi beszédében felidézte ennek a zenei rendezvénynek a fontosságát, ráirányítva a figyelmet a magyar kultúra fontos szeletére. Nemzeti értékeink közül fontosak a dalaink, melyek számos műfajban, többféle stílusban gazdagítják mindennapjainkat. Hát én úgy gondolom, hogy azért fontos, hogy egy az, hogy így összejönnek az emberek, másik meg, hogy a ünnepeljük a magyar dal napját, ne csak mindig a külföldi adóknak a számait hallgassuk a rádióba, hanem jöjjünk össze egy kicsit, vidámkodjuk, hallgassuk a igazi jó magyar zenét, ami összehoz bennünket, összefogja itt a padrakuti embereket is. Úgy látom, elég sokan eljöttek, hál' Istennek, a rossz idő ellenére is, és bízom benne, hogy folyamatosan továbbra is így meg fogjuk tudni rendezni. Az ünnepi műsor fellépői a Tapolcai Musical Színpad társulatának tagjai voltak. Kik azok, akik időt szántak arra, hogy eljöjjenek ide vasárnap délután, ugye szeptember 25-én? Én úgy látom, elég széles korosztály, tehát itt a idősebb, nyugdíjas korosztály, illetve fiatalok is képviseltették magukat. Én úgy gondolom, hogy ezek a zenéket, amiket a Tapolcai Musical Színpad előadott, ezt minden korosztály kedveli. Minden korosztályt megmozgat. Én láttam egy kis aranyos kis tündéri kislányt, aki végig táncolt a majdnem az egész műsort. Én bízom benne, hogy továbbra is tudjuk tartani ezt a hagyományt, megrendezzük a Magyar Dalnapját, és ha jó idő lesz, akkor esetleg más területen is, tehát nem egy zárt helyen, hanem jó idő esetén akár több ember előtt is. Többféle előadóval, egy szélesebb, kiterjesztett programmal tudjuk ezt megrendezni. Az ember úgy gondolja, amit csak él, addig ápolja azt a hagyományt, hogy ő magyar, és szereti a magyar dalokat. Persze nem zárja ki, hogy hallgat az ember másféle zenét is, de mivel magyar vagyok, a legszebb dalok nekem magyarul szólnak. Ha nékem csak maga kell.